Milyen jó kis kuglóf teste van. Annyira pici még. Úristen, de aranyos vagy! Szia! Szia, Britney Pony! Szia, Britney Pony! Látod, milyen szép vagy? Látod, milyen szép vagy? Úristen, annyira cuki! Megint úszol? Olyan szép vagy. Most nézzétek meg. Rúzsfoltos lett. Úristen! Úristen, de aranyos vagy! Na sziasztok, ő újra a csatornámon. Ma egy vloggal készültem nektek, ugyanis szerintem már ezer éve nem volt napi vlog nálam. Tudom, hogy nagyon szeretitek, és mostanában sokan kérdezősködtetek, hogy mi a pálya felé, mit csinálok. Most jelenleg hány óra? 14:30 lesz mindjárt, másfél órával ezelőtt lecsuktam a laptopot, ugyanis 10 és 1 óra között szoktam általában dolgozni itthonról, sőt nem általában akkor dolgozom, kivéve, hogyha fotózom vagy videózom valaki mást. Egyébként a mai reggelt azért nem vettem fel nektek, mert körülbelül 9:50-kor keltem fel, úgyhogy 10 órakor pont el tudtam kezdeni dolgozni. Igen, nagyon-nagyon kényelmes, nagyon-nagyon szerencsés vagyok. Hát ma még nem csináltam túl sok mindent, azon kívül, hogy dolgoztam, megreggeliztem, ami egyébként nagyon-nagyon ritka. Általában 1 és 2 óra között szoktam elkezdeni egyáltalán megéhezni. Nyomom ezt az intermittent fastingot, mert mint hogy nem szándékosan mindig is ez így éltem, hogy nem tudtam reggelizni már gimis koromban sem. Nagyon ritkán, általában nyaraláson szoktam csak reggelizgetni, mert akkor meg miért nem, meg akkor korábban indul a napom, vagy nem tudom, akkor jövök, megyek, és több energiát égetek el valószínűleg. A lényeg, hogy ma már elkészültem az ingatlankezelős melómmal, és szerkesztettem egy picikét, de ezen kívül már a munkának, a munka része a napnak le van tudva. Itt van egyébként gyönyörű kis asszisztensem, Britney Spears. Nagyon sokat játszott, és ma beszorult egyébként a takaró paplanhozatba, és éppen itt nem dolgoztam, és hallottam, hogy valami nagyon kis elgyötört sírás jön valahonnan, felnéztem, és nem láttam sehol, aztán rájöttem, hogy eltévedt az ágynemű húzat belsejében, és ki kellett szabadítsam, és traumatizálta a takaró, úgyhogy ezért ilyen nagyon jó kis cica most. Általában egyébként valóban így szoktam dolgozni, egymás mellett két laptop ki van nyitva, a cica az ölemben van, vagy pedig fentről a galéria csücskéből szokott nézelődni, és onnan felügyeli a munkálatokat, vagy pedig, amikor csak egy laptopról dolgozom, akkor itt fekszik mellettem, hogy biztosan tudjam simogatni. Ha most átülnék a kanapéra, szerintem egy 2 percen belül ott lenne a nyújtásnyira, mert én vagyok az anyukája. Amúgy is, hogyha kimegyek a fürdőszobába, teljesen mindegy, hogy az éjszaka közepén vagyunk-e, vagy napközben, ő azonnal jön utánam és segít. Ha fogát mosni kell, akkor jön és mossa a fogát ő is, nagyon-nagyon cuki. Most már mindjárt 4 hónapos, szépen gyarapodik, de még mindig nagyon kölyök, nagyon kisbaba. Most már vannak fogai is, képzeljétek el, ilyen nagyon picike, kis zsizsikek. Egy-két héttel ezelőtt még éppen csak láttam azokat a kis picikéket középen, kis babametsző fogakat kibújni, és most már ilyen nem is tudom mekkorák, szerintem ilyen 0,1 centi, hát ilyen 1 mm maximum azoknak a fogaknak a mérete, és annyira aranyos, hogy nem bírom, tényleg nem bírom ezt a kis macskát. Na jól van, megmutatom nektek a kis cica fogakat. Látjátok? Jaj, hát miért csipás? Csálénának a kis cica fogai, nem egyenesek neki, látjátok milyen nagyon picik. Egyébként ma körmözni is fogok, tehát ezt most ne vegyétek figyelembe, hogy néz ki a körömlakom, mert már az az egyik terv. De össze-vissza állnak a fogait, kicsim. Tudtad, hogy ilyen kis csálé? Szóval tegnap egyébként kitakarítottam már, azt nem fogjátok látni. Igazából tudtam volna ma is csinálni, de már annyiszor láttatok takarítani különböző lakásokat, hogy úgy gondoltam, hogy most már azért kezd unalmas lenni. Így a mai napom az egyébként
elég laza lesz, mert kint 35 fok van, és ilyenkor nem nagyon szeretek menni sehova. Talán még délután lehet, hogy el fogok ugrani strandra, úszni egy kicsit, mert ezt viszont nagyon szeretném, nagyon kívánom a vizet. Egyébként meg tényleg itt telnek a napjaim, hogy egytől egyik dolgozom, és akkor utána vagy fotózom, vagy videózom. Körülbelül hetente egy vagy kettő fotózást és videózást szoktam mostanában vállalni, ami tök jó. Délutánonként, esténként szerkesztek, vagy hétvégente fotózom, és akkor vagy lemegyek Szegedre a családhoz. Tehát tényleg egy nagyon kényelmes életet élek. Voltam néhány állásinterjún, csak kíváncsiságból. Nem igazán keresek most egyébként semmit. Viszont, hogyha látok olyan pozíciót, ami izgalmasnak hangzik, vagy pedig tényleg építenek kreatív szempontból, akkor azokra jelentkezem. De a vége mindig az, eddig mindig az volt a vége, hogy egyszerűen nem tudok lemondani arról a szintű szabadságról, amit jelenleg ez a kettő munka hoz nekem. Úgyhogy Most ez, amíg csak lehet, ezt csinálom így, ahogy van. Szóval, a mai napra egy hatalmas tatarozást terveztem. Mint láthatjátok, az előző videóban is láttátok már, hogy hosszú a hajam. Erről szeretnénk nektek majd készíteni egy videót a tapasztalatokról, de még nem tartom túl hitelesnek, hogy összesen csak 3 hét távlatából beszéljek róla. Szóval ezen kívül manikűr, pedikűr, edzés, főzés, biciklizés, erdőjárás, ez vár ránk, úgyhogy ha érdekel benneteket, hogy telik egy napom itthon Magyarországon, akkor tartsatok velem. Na, mielőtt bármit elkezdek, előtte azért rendelek házhoz szállításra pár dolgot, mert főznöm kell, viszont ebben a kisboltban, ami itt van a sarkon, nincsen semmi, és ilyen rohadt melegben semmi kedvem nincsen elmenni boltba. A kifli.hu-ról szoktam amúgy rendelni általában, hogyha nem azonnal kell valami, mert ott azért tényleg nem tudnak általában, ott onnan nem tudnak egy órán belül kiszállítani. Úgyhogy ha a főzéshez kellenek alapanyagok, akkor a kifli.hu nekem tökéletes. Azért eléggé, hát délen vagyok Pesten, és itt jó, nem messze van tőlem. Szóval még nincsen autóm, na. Vettem, ez is egy olyan történet, úristen, gyerekek, ezt nem, na mindegy. Szóval márciusban úgy döntöttem, hogy veszek egy autót, mert tudtam, hogy haza fogok költözni, bár jogosítványom még nincsen, erre is kitérek mindjárt. Szóval márciusban vettem egy autót, hogy amire hazaköltözöm, addigra majd azt rendbe rakja a szerelő, és akkor tesó, még használták volna addig, amíg hazaköltözöm, hogyha kijönnek rajta hibák, akkor azt meg lehessen csinálni, amire én használnám. Na a lényeg, hogy vettem egy minit, egy régit. A mininek nagyon tetszik a dizájnja, abszolút időtálló, nem tudom megmondani, hogy 20 éves vagy 5 éves, mert tényleg kívülről szerintem majdnem ugyanúgy néz ki mindegyik. Viszont én okos úgy gondoltam, hogy automata váltósat veszek. Úristen, mekkora hiba volt, nagyon sokan óva intettek attól, hogy régi automata váltós kocsit vegyek itt Magyarországon, mert egyrészt kevés a szerelő, aki ezekkel foglalkozik, másrészt a mini van, az pedig notóriusan szar autó, főleg, hogyha régiről van szó, mert mint hogyha karban van tartva, meg van pénze az embernek csinálni, akkor tényleg normálisan működnek évekig, de kevés a jó szakember, és na mindegy, lényeg, vettem egy minit, aztán ahogy felemelte a szerelő ismerősöm, mondta egyből, hogy kb. Kuka az egész. Belülről tök jól nézett ki, csak hát azért elég magas fordulatszámon váltott el az automata váltó, amit szétgyilkolta az autót. Na mindegy, szóval azt vissza is adtam azzal a lendülettel kb. Úgyhogy jelenleg nincs autóm, viszont csinálom éppen a jogosítványt, pár héttel ezelőtt sikerült elsőre a kresszvizsga, a héten voltam először vezetni, és kapásból már csapattam kint az ülőjén, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok magamra, remélem minél hamarabb összejön, de jelenleg még csak egy biciklivel járok itt a környéken, és azért nem lakom a belvárosban, és itt azért elég nehéz boltokat találni, főleg olyat, ahol rendes alapanyagokat lehet venni a főzéshez. Szóval, kifli.hu, valami ettár ételt szeretnék készíteni, mert nem terveztem 20 percnél többet a konyhában tölteni ilyen melegben. Szerintem babot fogok készíteni, úgyhogy gyorsan Britney-kémmel leadjuk a rendelést. Te szeretnél valamit?
Válasz. Válasz valamit. Legyél szürke. Olyan ügyes, annyira okos, na jó, csináljuk. Jaj, picikém, hát ez neked olyan büdös lesz. Nem fog tetszeni, megígérem. Szóval először lemosom ezt a bordó dolgot, aztán megnézzük, hogy mi a pálya alatta. Ilyen. Látjátok? Úgyhogy nincs is még lenőve rendesen. Mert mondom, múlt héten csináltam ezt a töltést, csak úgy voltam vele, hogy a strandra szerettem volna egy kicsit felöltöztetni a körmeimet, mert úgy volt, hogy piros fürdőruhába leszek, és ahhoz a bordó szerintem tök jól nézett volna ki. De aztán végül meggondoltam magam a strandolás napján, és neopár mintás fürdőruhába voltam. Annyira izgalmas az életem egyébként, és ti megnézitek! Szóval, akkor ez körülbelül 3 perc, és a manikűrrel elkészültünk. Ez a pedikűrözés állandó mindenkori helyszíne, mivel itt már tökéletesen ki van alakítva minden ahhoz, hogy lássam a tévét, itt legyen a kismacska, telefontöltőkábelem is van itt a földön, illetve itt van a hosszabbító, úgyhogy vágjunk is bele, mit gondoltok? Csiszológép, és egy UV-gél szett, ebben van lámpa, meg mindenféle szírszal. Vettem egy csomó-csomó reszelőt, ami valószínűleg az életem végén elég lesz. Lábujjává leszok. Amúgy ne haragudjatok, de nem fogom mutogatni közelről a lábujjaimat, mert olyan, mint a megkissült krumpli, tökre hosszúak, és egyenesek, nem görbék, tehát nem szeretem a lábujjaimat. Én nem szeretem a lábakat alapjáraton, a láb maga nem szép. Nem egy szép dolog. Britney, gyere ide! Tegnap egyébként hajnal 3-ig néztük, ahogy Leonardo DiCapriót a medve szép marcangolja, és nem tetszett Britneynek, de be kell fejezni a filmet, mert nem fejeztük be, és filmet nem hagyunk félbe, végig kell nézni. Úgyhogy igen, ezt szoktam itt csinálni. Körmözgetek, úristen! Közben rájöttem arra is, hogy mit fogok enni, és a cica már rá is ment azonnal. Nem tudok betelni a péksüteményekkel, amióta hazajöttem, komolyan minden nap muszáj ennem valamit, mert annyira ki vagyok rájuk éhezve. És van egy csomó tök jó pékség a környéken, még hogyha bolt nincs is, ahol tudok venni dolgokat. Pékség van. Úgyhogy kezdjük a körmet, mert soha nem lesz vége. Nem tudom, annyira nehéz. Vicc az egész. Legyen fehér. Úristen, halljátok, hogy néz ki a szemem? Annyira erős volt főzés közben, nem is amikor aprítottam, hanem főzés közben a lilahagyma, hogy
már rég megkajáltam, és még mindig ég a szemem, tele van az orrom, úgyhogy szerintem láttátok, hogy közben a papír zsebkendő ott volt mellettem. Én nem tudom, hogy mi történik. Na mindegy. Szóval kipakol... Jézusom! Na, indulok biciklizni. Nem matyó, nem tudom, hogy milyen minta, de nem matyó, nem magyar hímzés. Szóval itt a kis kamerám, a nagyot nem merem magammal vinni, mert mi van, hogyha most először esek el megint, nem tudom, 13 éves korom óta nem akarom kockáztatni. Persze platformban tekerünk, kicsit lapos a biciklimnek a kereke egyébként, úgyhogy lehet, hogy meg kell állni a benzinkúton, de lehet, hogy ezt ki fogom hagyni. De nem is tudom, hány óra van. Talán 7:30 körül lehet, már nincs annyira meleg. Szóval kicsit kimegyek a természetbe, egy fél óra, órát, inkább egy órát, nem szeretek már sötétben biciklizni, meg erdőben sem szeretek sötétben lenni, úgyhogy el kell indulni lassan. De gyertek velem! Természetesen most először akarnám felpumpálni a bringa kerekeit saját magam. Nyilván tudom, hogy kell. Csak ennek a biciklinek most először pumpálnám fel én a kerekeit, és természetesen nincs a benzinkúton működő képes kompresszor jelenleg. Azt mondták, hogy egy-két órán belül működni fog. Én viszont most akartam biciklizni. Úgyhogy annyira meleg van, hogy inkább hazajöttem, mert egyrészt lapos gumikkal nem fogom tönkretenni, mert nem fogom tönkretenni a gumikat így, hogy nincsenek felfújva, és amúgy is nagyon meleg van. Viszont most, amikor jöttem hazafele, láttam, hogy az udvaron még mindig száradnak a ruháim, már második napja. Szerintetek megszáradtak már? Jó, mindegy, behozom őket, és aztán szerintem ennyi a mai napom, mert hajat mosni ma már nem fogok, mert fölösleges, úgysem megyek már sehova, majd maximum holnap délelőtt. Nagyon meleg van, utálom a nyarat. Készültünk, végeztünk a mai nappal. Én nagyon örülök neki, hogy ma gyakorlatilag semmi fix programom nem volt, és nem kellett csinálnom semmit úgy érdemben. Viszont sosem unatkozom, sosem érzem azt, hogy nincs mit csinálni, mindig van valami projekt, amit kitalálok magamnak. Úgyhogy hát remélem azért tetszett nektek ez a videó, most attól függetlenül, hogy semmi extra nem történt a napomban. De ilyenek ezek a hétköznapok, nem lehet minden nap a világot váltani. Aki még eddig nem tette, az ne felejtsen el feliratkozni a csatornámra, és kár lenne lemaradni a hasonló rohadt izgalmas tartalmakról, mint a mai. Egyébként meg, ha tényleg ez kell, hát szomorú lesz, ha nem iratkoztok fel. Mondjátok meg neki kommentben, hogy mennyire szép és mennyire türelmes. Mindjárt elalszik. Úgyhogy én ma még önbarnítózom egyet, amit ne haragudjatok, de már nem fogok felvenni. Nagyon hangos a pára elszívó a fürdőszobában, és a fények is borzasztóak, úgyhogy én ma már nem tudok ott fényeket felállítani. Itt is már lusta voltam, ezért lámpafénynél köszönök el tőletek, mert valahova el van mélyre rakva most az egyik világításom, és az az igazság, hogy ebben a lakásban is tök jó lenne, hogyha állandó setupom lenne, de egyelőre még most hely szűkében lesz még pár átalakítás itt, de egyelőre még nem találtam ki, hogy pontosan
hova szeretném ezt a videós setupot megcsinálni. Na mindegy, szóval ott tartottunk, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor majd érkezem. Puszi nektek, sziasztok!